Ezzel kezdjem? Igen. Hogyan kezdtél? Becsi. Zsepit kérek szépen. Készültem. Becsi. Ezt leszedhetem? Igen. Becsi, tettem neked össze. Mekkora egy gonoszok vagytok, mutatjam. Tör meg nyugodtan. Segítsen. Nem baj, hogy szép. Nem, egész nyugodtan. Az a szeretem, hogy szép jöjjön. Picit, nem. Akkor segít. Segítek, jó? Ezt leszünk. Hol van zsebi? Itt van a zsebemben. Ebben? Uh-huh. Nem, lent. Úgy, ahogy még te sem tudod kinyitni. Igen, jó. Akkor maximum vágjuk, hogyha nem megy. Nem csinálom be a problémát. Robi, kérhetünk egy? Köszönöm. Innentől kezdve átveszem. Ez nagyon gyönyörű. Segítek, jó? Igen, leszek a feleséged. Sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. 17 szállam a mai nap. De hát van meg tiszteletére. Úristen. Imádlak. Szükségem lenne az apukára, hogy elkérjem a leányt. Szeretném elkérni a lánya kezét. Hát is tudod a család. Köszönöm. Köszönöm a feleséget. Igen, leszek a feleséget. Nem megy föl? De. Ez tökéletes. Együtt kocintanánk a családdal bent. Akkor bevisszük a pezsgőt.
Neked igen? De, igen, mondom. Köszönöm. Köszönjük szépen. Meglepívunk vagy nem? Na, őszintén. Volt a kérdések. A boszorkát ér az. Soha nem csak. Ne arra, hogy így. Te gratuláltál? Köszönjük. Thank you.
Még mielőtt hozzáálltunk a vacsorához, először is szeretném megköszönni elsősorban a szülőknek a napról napra történő mindennapos támogatását, mert nélkülük nem jutottunk volna el idáig, legalábbis most biztosan nem. Köszönöm szépen Magdinak a szervezésbeli nagyon-nagyon sok segítséget, az ötletelést. Nagyon sok terhet levett a vállamról. Bár kevesebbet beszéltünk, de Magdi bevonta Ágotát is, úgyhogy Ágotának is hatalmas köszönet. És a végén, hogyha nem telefonozik és rám figyel, akkor megköszönöm neki a felbecsületetlen információkat, amiket sikerült a Barbie-ból kihúznia azért, hogy ez a nap minél jobb legyen az ő számára, és minden számítása talán megtalálásra kerüljön. Nagyon hülyén fejeztem ki magam. Szerintem le is ülök mindenkinek. Jó étvágyat, érezzük jól magunkat. Köszönjük mindenkinek.